Szeretettel köszöntök mindenkit. A Kriya jogáról lesz szó. Patanjali jogaszutráiban is szerepel az önfegyelem, szellemi tanulmányok és Isten iránti odaadás. Ezt hívjuk Kriya jogának, mondja Patanjali. Tehát sok mindent akar ez is természetesen. Önfegyelem alatt tapaszt említő. Tehát ha tudjuk önmagunkat mértékben, tehát minden az evésben, táplálkozásban, világi dolgokban megtartani, akkor marad nekünk energiánk, és az a hő is tulajdonképpen föl tudjuk használni a szellemi célokra. Szellemi tanulmányok, szentírásokat olvasni, mesterek tanításait, mestertől tanulni, meditációnak a alapfokait elsajátítani, mantrákat tanulni. Isten iránti odaadás pedig, hogy meghajolni egy nagyobb valóság előtt, egy nagyobb erő, szeretet, bölcsesség előtt, hogy tanítást kaphassunk és fejlődhessünk az úton. Most van a 100. évfordulója annak, hogy Jogananda kihozta nyugatra Kriya jogát, tehát centenáriumi év is van, és ez is most benne lesz azért a előadásban, a Jogananda tanításai, illetve vándorlásai a világban, és találkozott sok-sok vallás képviselőivel és sok-sok szenttel. Kriya eredete elveszik az ősi időkben, tehát egy ősi technika, legfelső valóság megtapasztalása. Ez egy tudományos technika, bárki gyakorolhatja minden vallástól független, tulajdonképpen, amelyet Jézus és Krisna tanított, az az eredeti tanítás, annak a gyakorlata ez. Így tehát azt mondja ez a tanítás, hogy az a test, amiben mi most élünk, Isten temploma, hordozható menny van bennünk, vagyis bennünk van a mennyország. Ezt meg tudjuk tapasztalni meditációban bizonyos technikák révén. A Kriya jelentése, a Kri minden cselekedetet jelent, amit teszünk, a Ja pedig azt jelenti, hogy a lélek cselekszik bennünk. Tehát mi figyeljük meditációban is, és a mindennapi életben is, ezt kellene tenni, hogy a lélek hogyan inspirál bennünket és vezeti az életünket. Jogananda azt mondja, hogy látomásban is látta ő Krisnát és Jézust kézen fogva a fénytengeren, hogy a kelet és a nyugat találkozása, így most nagyon egyszerűsítve, ez a Kriya meditáció, lehet, hogy addig filozófia, amíg vitatkoznak róla, amíg vallás, de amikor már meditálni kell az ember, kontemplálni, akkor megtapasztalja a fényt, megtapasztalja az egységet mindennel, és megtapasztaljuk, hogy az egyetlen atya gyermekei vagyunk mindannyian. Így a háborúkat is el lehetne kerülni, mondja Jogananda. Célkitűzés ennek a meditációnak, hogy megszabadítsuk az embereket a háromszoros szenvedéstől. Fizikai fájdalomtól, mentális diszharmóniától és a szellemi tudatlanságtól. Testi szenvedést meg tudjuk változtatni természetesen, és megpróbáljuk elkerülni helyes életmóddal, táplálkozás, szokások, jó szokásokat vegyünk fel, rosszakat elhagyunk, és ápoljuk nyilván a testünket is, sportolunk vagy jogázunk, tehát nagyon oda kell figyelni rá, hiszen tényleg a lélek temploma. Mentális diszharmóniát pedig el tudjuk űzni szintén a meditációval is, azon kívül pedig a gondolatok kicserülésével is, ha esetleg úgy érezzük, hogy rossz szokásokat hoztunk az életünkbe, vagy vettünk föl, és ha harag megjelenik bennünk, ha szenvedünk, vagy szenvedélyeink vannak, akkor ott diszharmónia van. Ez a diszharmónia azt jelenti, hogy a test, az elme és a szellem nincs egyensúlyban. Ezt meg tudjuk tenni, hogy megváltoztassuk, persze komolyabb munkával. Szellemi tudatlanság alatt Jogananda azt érti, nem tudjuk, hogy kik vagyunk valójában. Nem tudjuk a választ arra, hogy ki vagyok én.
Úgy gondoljuk, hogy a test vagyok, vagy csak az elme vagyok, vagy test és elme, de valójában az igazi önmagunk, az a szellemi valóság, az igazság, úgy mondjuk a lélek, a teljességnek a megnyilvánulása. A gyakorlás módszeréről néhány dolgot még elmondok. Itt mindenképp mesterek vezetése szükséges, beavatásnál is, és azon túl is. Komoly pszichikai és fizikai hatások keletkeznek. Az életerőt szabályozzuk, az energiát átalakítjuk, irányítjuk bizonyos központokba. Ez elvisz a testen túlra, elvisz az elmén túlra, a csöndbe, a békébe és a szeretetbe. Vagyis őszintén meditálva meg tudjuk tapasztalni azt, amire mindig is vágytunk, hogy van boldogság itt az életben, de nem a külső világban, hanem belül. Ott meg tudjuk találni a boldogságot, amely maradandó. Kívül minden változik és mindig átalakul. Ennyit el lehet mondani a technikáról, különben nem szoktunk beszélni róla sokat. A kezdetekről 1861-ben Babaji, a himalájai örök ifjú jógi, visszahozta ezt a technikát és átadta egyik tanítványának, Lahiri Mahasayának. Ő pedig engedélyt kapott, hogy továbbadja a világba, és így ment a mesterektől mesterekre, és jutott el nyugatra is. Babaji az emberiség segítője is, a Himalájában él, érzi a rezgéseket, és úgy gondolta, itt van az idő, annyi nyugati szeretne fölébredni és megtapasztalni az igazi önmagát, és annyira sok szenvedés van a világban, hogy most ezt a technikát vissza lehet hozni. Yogananda, itt most belép a képbe, még kis gyermek se volt, talán már Babaji Sri Yukteswart, ennek a láncolatnak az egyik fontos mesterét, fölkészítette arra, hogy el fogok küldeni hozzád majd egyszer egy fiatal szvámit, egy szerzetes, akit készítsél fel arra, hogy Amerikába, nyugati világ számára kimegy és elviszi a kriya joga technikáját. Tehát találkozott is Yogananda a mesterével, Sri Yukteswarral, és ő tanította, kiképezte arra, hogy lehet átadni ezt a technikát, és hogy a nyugati életmódot is megtanította neki, az ottani vallásokat is, és sok mindent, ami fontos volt, és így olyan kiképzést kapott, ami valóban a nyugati ember számára is misztikum nélkül elérhetővé tette, és fölfoghatóvá tette ezt a technikát. Itt még Yukteswarnál, az asramjában, Yogananda úgy gondolta, hogy nem kapta meg még mindig a teljes igazságot, a szellemi önmagát megtapasztalni, még mindig nem tudta, és mondta a mesterének, hogy elmegyek a Himalájába, ott majd megkapom. És mondta Yukteswar, menj el, csak nyugodta. Elment, de nem kapta meg ott sem, aztán visszajött, és mondta Yukteswar, hogy én nem haragszom ezért, semmi rosszat nem tettél, örülök, hogy itt vagy, visszajöttél, de tudom, hogy mire vágyik a szíve, és akkor megkapta ezt a technikát. Lágyan megütötte a mellkasát, ujjaival Yukteswar, és Yogananda azt mondja, mintha gyökered vert volna a lába, a lélegzetet kiszippantották volna belőle, az elme csöndes lett, és kiáradt a lelke a világba, fényként kiáradt, és mindent betöltött, csillagokat látott, galaxisokat, univerzumokat keletkezni, elmúlni. Itt a világban átlátott a falakon, látta, mi történik a világ másik részén, tehát egy csodálatos nagy látomás volt ez, és Yukteswar meg is mutatta neki, hogy hogy lehet ebben mindig majd belépnie. Yogananda egy iskolát alapított, Yogananda tulajdonképpen kapott bizonyos összegeket is, Maharadzsától is, látta, hogy nagyon jó oktatási folyamatok indultak el, és sok-sok gyerek járt oda, nagyon sok gyerek, és tanította őket, jogára is, de a humán dolgokra is, tanárokat fogadott, művészetekre is, tehát egy nagyon komoly, átfogó iskola volt. Egyik nap sétáltak és leültek a fűbe, a fa alá, beszélgettek, és a gyerekek kérdezték, hogy mester, mi lesz én velem? És akkor mindenkinek mondta, amit látott,
te majd el fogsz menni az asramból, megnősülsz, és gyereked lesz neki, jaj, nem akarom, de ez fog történni, és így sorolta. És volt egy fiú, a Kási, és ő is megkérdezte, hogy Jónanda, mi lesz velem? És Jónanda megdöbbent, mert azt mondta, hogy hamarosan meg fogsz halni, és mondta, hogy nagyon bántotta a dolog, hogy hogy mondhatta meg, de kiszakadt a száján az, ami a valóság. És akkor Kási azt mondta, hogy akkor keresd meg a következő születésemben, és újra a tanítványod akarok lenni. És Jogananda mondta, hogy nem, ezt nem lehet. És addig könyörgött Kási, amíg Jogananda azt mondta, ha Isten is úgy akar, akkor megtalállak, és újra szellemi úton fogsz járni. És valóban az történt, hogy eljöttek a szülei Kásinak, és elvitték haza erőszakkal, bár ő nem akart elmenni, és ott betegséget kapott, és meghalt. És így Jogananda szívén keresztül és a harmadik szemén keresztül állandóan szeretett üzeneteket küldött Kásinak, hogy jelenkezz, ha visszajöttél a földre, és akkor meg foglak találni. És mentek az évek, és egyszer csak mondta Jogananda, hogy érzem, hogy Kási válaszolt, itt a szívemben forróságként visszaszületett. Itt van a földön újra, illetve még csak anya mélybe van, és elkezdem keresni, és akkor a kezét föltartva szintén üzeneteket küldött a lélek központon, a harmadik szemen keresztül Kásinak, hogy jelenkezz, hol vagy, éreztesd velem, és úgy forgott és ment mindenütt, és egyszer csak azt mondta a körülötte lévőknek, hogy Kási jelenkezett, itt van. És akkor egy utcába bement, és jelezte nagy erővel a Kási is, hogy itt van, és akkor már kezdte látni is a valóságot, és mondta a szülőknek, hogy ugye hamarosan kisgyermekük születik, igen, és elmondta a történetet, hogy az ő kis tanítványa jön vissza, elmondta, hogy hogy fog kinézni, kis széles arcú, makrancos hajtincsekkel. Valóban meg is született, és aztán később, pár év múlva már Jogananda-hoz is próbált elmenni, elvitték, és hogy fogadja őt vissza, de mondta Jogananda, hogy most nem így lesz. Most az az isteni akarat, hogy egy himalájai mesterhez irányítanak, aki majd téged vezetni fog, és majd bevezet a Isten megtalálás rejtelmeibe. És Kásinak valóban ez el is ment, sikerült. És egy nagyon különleges történet. 1920-ban Jogananda Amerikába ment. Egy nagy vallási kongresszus volt, baptisták, evangélisták, adventisták, tehát ilyen vallásoknak összejövetele volt, ahol mindenki beszédeket mondott, és Jogananda is egy beszédet tartott ott, aminek nagy sikere volt, és rengeteg helyre meghívták, járta Amerikát, az országokat, mindenütt, és előadásokat tartottak, több ezeren voltak az előadásaim. Azt tanította meg nekik, és arról beszélt nekik, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten távol van, messze van, nyugatiak így gondolják, nem. Van egy olyan meditáció, amivel Isten megtapasztalhatjátok önmagatokban, mint fényt, mint boldogságot, mint örömöt, mint energiát, erőt. És így nagyon érdekelte ez az embereket, és Jogananda mondta, hogy meg fogja tanítani ezeknek a technikáknak a gyakorlását, ha bizonyos tanfolyamokat majd elvégeznek. El is indultak ezek a tanfolyamok, és Jogananda oktatta az embereket, és készítette fel a komolyabb meditációkra, és közben ő kezdte keresni már a nyugati világban is a szenteket, olyan embereket, akiknek a lelke már nagyon-nagyon öreg már, és már Istent keresi. Találkozott egy emberrel, ez a Luther Burbank, ő egy természettudós volt, növénynemesítő, és jógi is volt, szentnek is tartotta őt Jogananda, még a könyvét is neki ajánlotta. Azt csinálta, hogy kaktuszokkal kísérletezett, hogy ne legyen tüskéjük. És minden nap beszélt hozzájuk, és azt mondta, hogy szeretlek benneteket, nem kell félnetek, senki nem fog bántani benneteket, és a kaktuszoknak nem nőttek tüské. És le itt van fényképezve itt, hogy látjátok. És Jogananda nagyon-nagyon tisztelte és szerette, rózsát nemesített, és sok különleges dolgot csinált. És arról beszélgettek sokat, hogyha lehet ilyen, hogy nem növesz tüskét a kaktusz szeretettel, mert ő szeretettel mondta ezt, akkor lehet, hogy az emberi gyermekeknél is akár már a nevelésbe el lehet kezdeni azt, hogy lehet az, hogy ne legyenek rossz tulajdonságaink, vagy egyáltalán ne fejlődjenek ki,
és Jogadnak ebben sokat segítette, és ő is erről beszélt neki, hogy bizony életmód iskolákat kellene alapítani, mondta Jogananda mindig, és abban megtanítani ezeket a dolgokat. Alapított Jogananda 24-ben egy East-West folyóiratot, kelet és nyugatról beszélt, és kezdte tanítani már azt, amit most már ő is tapasztalt nyugaton, hogy hogy lehet megtalálni azt a közös nevezőt, amiben kelet és nyugat találkozni fog, és hogy békében élni egymással, és ezt a meditációban tudjuk csak megtalálni. Ez egy hosszabb folyamat, és erről ebből a folyóiratból sokan tanultak, és sokat megértettek. Különös dolog, Jogananda ashramban ült, és látomásban meglátta Jézust, megjelent ott a szobában neki, egy grálkehellyel, és akkor Jogananda megkérdezte, amit tanítok rólad, amit kapok én mindig, és tanítom, hogy te ki vagy, és hogy milyen csodálatos életed volt, és hogy milyen hatalmas lélek vagy, hogy feláldoztad magad mások bűneiért. Ez jó, ahogy én csinálom, és akkor Jézus kehelye eljött Jogananda ajkához, ívott belőle, utána Jézus is azt mondta Jézus, hogy mind a ketten ugyanabból a forrásból iszunk. És így Jogananda akkor megerősödött ebben, hogy taníthatja a jézusi tanításokat is egy keleti ember szemével, ami más egy kicsit, misztikusabb. Elment Mahatma Gandhi ashramjába, 25-ben már volt Gandhi Jogananda-nál, beavatást is kapott a Kriya Jogába, 35-ben Jogananda kereste föl, és hát sokat beszélgettek a szeretetről, ez a Szatyagraha mozgalomról, amit Gandhi elindított, nem ártás. És hát Jogananda verseket is írt Gandhiról, hogy milyen csodálatos nagy lélek, és hogy milyen csodálatos nagy aszkézist is végrehajtott, hogy böjtöket tartott. És nagyon nagy barátság alakult ki köztük, és Gandhi is azt mondta, igen, ő is olvassa a Bibliát és Bhagavad Gita-t is, és kár, hogy nem érnek a nyugatiak úgy, mint ahogy Jézus tanította, mert akkor ő is keresztény lenne, de most itt nem is erről volt szó, hogy keresztény legyünk, vagy ne keresztény legyünk, hanem hogy találjuk meg az Istent, mert Jogananda mindig ezt mondta, hogy minden vallásnak a feladata az, hogy elvezessen Istenhez. Tehát a meditáción keresztül el kell jutnunk, hogy megtapasztaljuk őt. Európai körutazásra is elindult, Assisibe is elment Szent Ferenchez, és ott imádkozott és meditált, és csodálatosan mesélt róla, hogy Szent Ferenc is milyen odaadó nagy szentje volt Istennek, és hogy mennyire szerette az embereket. Hallott Naiman Terézről, aki stigmatizált volt, Krisztus sebei megjelentek minden pénteken rajta, és fölkereste Bajorországban. Egy autóval béreltek egy autót, és azzal járták a Európát, világot, és valóban pénteki napon elmentek, és Jogananda már a lépcsőn egy magasabb tudatállapotba helyezte magát, és azt látta, hogy Teréz valóban látja az úrvacsorát, az utolsó vacsorát, és utána a keresztre feszítést, és utána bement a teremben, és nagyon megdöbbentő is, Teréz szeméből vér folyt, és a sebek helyén szintén vérzett mindenütt a tövis korona helye, és így megtapasztalta vele együtt, hogy valóban Krisztusnak a sebei megjelentek rajta, és átéri a szenvedéseit, és hogy nem eszik, Teréz nem evett semmit hosszú évtizedeken keresztül, kis forrásvizet ivott csak. Elment Betlehembe is, ahol Jézus született, aztán elment Jeruzsálembe is, aztán elment a Golgota hegyére is, és mondja, hogy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy Jézus lábnyomaiba léphetett, és magába ő szívhatta azt a légkört, ami ott volt. Indiában is sok körutat végzett, és sok körutat tett. Elment Ananda Moimához,
örömtől sugárzó bengáli anya, így hívták, ő állandóan az isteni öröm állapotában volt. És mikor találkoztak, akkor Ananda Moly átölelte Jogananda Nandát, és azt mondta, hogy mester, eljöttél ide, és mondta, hogy igen, eljöttem, látni akartalak. Mesélj az életed, és ő mesélt, hogy gyerekkor óta már isteni örömben él. És azt mondta, hát eljöhetni Indiában, mert ott nagyon szívesen eljöhetni hozzánk Amerikában, ott szívesen fogadnának, de aztán azonnal jelezte a követői, sokan voltak, 20-30, hogy akkor mi is vele mennénk, mondta Jogananda, hát azt hiszem, hogy nem tudjuk megoldani, de mégis akkor mesélj arról nekem, hogy én már láttam a követőidet, meg tudok róla, hogy jönnek, mennek, de úgy látom, hogy mindig nem világosodtak meg. Miért nem tették meg még mindig? És akkor azt mondta Ananda Moly ma, mert nem akarnak. Ez olyan megdöbbentő mondat. Na, valójában el kell gondolkodni mindenkinek, aki ezen az úton jár, hogy valóban akarja azt, hogy megtapasztalja örökké valóságot, önmagában az isteni jelenlétet. Giri Bala egy szent nő volt, aki szintén nem evett. Elment hozzá Jogananda, és ő is beszélt vele, és azt mondta, nagyon nagy jógi lett belőle. Meséljen az életéről, és elmesélte neki Giri Bala, hogy rendkívül falánk volt, és úgy tűnt, hogy nem is tudják férhez adni, de aztán sikerült, és hát rettenetesen szégyelte magát a anyósa előtt is, meg a férje előtt is, hogy állandóan evett, és nem tudta legyőzni ezt. Aztán nagyon elkeseredett, és kiment a folyópartra, és imádkozott Istenhez, hogy kérlek, segíts rajtam, mert így nem akarok tovább élni, és szégyellem magam. És megjelent egy mester, és azt mondta, hogy kívánságod meghallgatásra talált, adott neki gyakorlatokat. Giri Bala azt mondja, hogy kriya gyakorlatokat kaptam, és olyan nehéz gyakorlatokat, amit közönséges ember nem is tudna elvégezni, és attól kezdve nem kell lennem, viszont főzök a falusiaknak, mindenkinek, akinek csak tudok. És akkor kérdezte tőle Jogananda, hogy ezzel a tanítással, ami az ő élete, tud változást is létrehozni, azt mondta, igen, mert látják, hogy szellemek vagyunk eredetileg. Nem a testek, hanem szellemek vagyunk, fénnyel is tudunk táplálkozni. Különös történet, Vivekananda 1893-ban Amerikában volt, és aztán a történet átível majd Jogannandáig, 1936-ig. Ez az amerikai úriember ott a kehely fölött a képen, kis gyerek volt még 4-5 éves, amikor belökték a testvérei játékként a kis csatornába, és majdnem megfulladt, és ahogy fulladt volna meg, nagy fényességet látott, és látott egy ragyogó szemű indiai arcot. Aztán ki tudták menteni a vízből, aztán múltak az évek, és 36-ban történt valami, de előtte még Jogannandával megismerkedett amerikai előadása során, és tanítványa lett Jogannandának. És egyik karácsony ünnepségen Jogananda visszatért Indiából, vett egy kelyhet, és átadta ennek az amerikai embernek, és ő sírt, és azt mondta, hogy az történt vele, hogy amikor Vivekananda ott volt Amerikában és előadást tartott, az ő arcát látta, amikor majdnem vízbe fulladt, és mentek el egyszer egy utcán, és kihaladszottak indiai énekek, bementek, és ott Vivekananda volt, előadást tartott, és oda ment hozzá, és mondta, hogy szeretnék tanítványod lenni, és azt mondta neki Vivekananda, nem lehetsz az én tanítványom, nem is tudnád befogadni azt, amit majd be fogsz fogadni, majd jön egy mester, aki egy ezüst kelyhet ad neked ajándékba. Ő lesz a mestered. És meg is kapta Jogannandától az ezüst kelyhet, és valóban Jogananda is nagyon örült. Mondta, hogy egy indiai bazárba vettem, és gondoltam, hogy ez neked nagyon jó lesz. Tehát 43 évig várta ezt a kelyhet, és akkor rájött, hogy Jogananda valóban az ő tanító mestere, az ő mesterele.
37-ben Jogananda európai körutat tett, addig a tanítványai létrehoztak egy jogaközpontot, az Enzitinitást, ahol már remeték is voltak, 16 nagy teremből állt, tehát igazi asszon volt, és az a csöndes óceán partján volt. És Jogananda is kereste a helyeket, hogy hol lehetne alapítani, egyik ilyen helyhez is, amit megnézett. És nagyon csodálatos volt, nagyon örült neki Jogananda, és így nagyon sokat tudták gyakorolni ezt a technikát. Jogananda Indiában még zarándokolt, és fölkereste Rabindranath Tagore-t Santiniketánban. Egy csodálatos nagy dolog, amit ő is tett, Tagore. Természetben kell tanítani a gyermekeket, kivitte a természetben a tanulást. Kreativitásra tanította őket, művészetekre, versírásra, aztán táncra, aztán filozófiára és nagyon sok mindenre. És akkor Jogadandával beszélgettek sokat, és arról beszélgettek, hogy a kisgyermek, amikor fejlődni kezd, akkor fejlődni kezd a akaratereje is, aztán az érzelmi teste is, mentális teste is, hogy lehet ezt csodálatossá tenni, hogy maradandó legyen. És akkor Jogananda, hogy fantasztikus és csodálatos, amit Tagore tett, ő még egyetlen dolgot hozzátenne, ahol az ő iskolája van, ott ezeket mindig gyakorolják, tehát joga gyakorlatokat végezni, koncentrációt végezni, és meditálni. És Tagore is egyetértett velem. Elment Ramana Maharishi asramjában is, ott találkozott még Paul Bruntonnal is, és a leírások szerint Jogananda megkérdezte Ramana Maharishit, hogy ő tulajdonképpen ezen a tudományos technikán, a kriya jogán keresztül nagyon sok ember tud vezetni az igazi önmaga felé, és hogy az a isteni megtalálás, bennünk lévő Istennek a megtalálása, ez ilyen csoportosan, vagy pedig egyedül a legjobb. És Jogananda mondta, és Ramana Maharishi mondta, hogy úgy gondolja, hogy az egyedüli tanulása és egy mester és egy tanítvány kapcsolatán keresztül egyénileg jobban lehetne fejlődni, de az is jó, hogyha csoportosan tudna. Találkozott az Amerikai Indián Szövetség elnökével, és ott Jogananda is kapott egy fejpántot tőlük. Ő operaénekes is volt, énekeltek is dalokat ott, és a sasról énekelt neki a vezér, hogy sas vagyok, magasra szárnyalok, túl a napon is. Ahogy Jogananda élete is ezt szimbolizálta. A kriya joga ősi technikája, tehát visszatér a világban. Indiában 1861-ben adja tovább Babaji. Amerikában Jogananda 1920-ban viszi ki, Európában Hariharananda, és Magyarországra 1994-ben jött el. Tehát így sok-sok év telt el persze közben mindig-mindig, de terjed a világban, és így gyakorolják sokan. Nagyon fontos, mindig tanította Jogananda, hogy az igazi természetedet ne felejtsd el, hogy te halhatatlan lélek vagy, nem a test vagy, több vagy annál. Ha elfelejted, akkor szenvedés lesz az életed, mert a külső anyagi világban lesz a keresésed, a boldogság utána mindig változik, mindig átalakul, és nem fogod érteni, hogy mi történik veled. Nem tudod megtartani azt a boldogságot, azt a belső békét, mert a világ mindig tönkre teszi. Egy híres mondása Jogananda-nak, éljünk egyszerűen és gondolkodjunk Istenien, mert ha Istennél akarunk élni, akkor nagyon egyszerű lesz, és szegényes az életünk. Most én megfordítottam egy kicsit, de arról volt szó, hogy legyen meg minden, amire szükséged van, válogasd meg a vágyakat és a dolgokat, amik szükségesek, azokat teremtsd meg, segíts másokon. Tehát nem szegény életet jelent ez, hanem egyszerűt. Egyszerű pedig azt jelenti, hogy célra is irányított az élet célját és az élet legmagasztosabb valóságát keresni mindig.
nagy fordulat mindig ez, ami a jogában is nyilvánul meg, hogy forduljunk most befelé, és sokat voltunk a külső világban, forduljunk befelé, és találjuk meg ott is az értékeket, és lassan, ahogy majd fejlődünk, megtaláljuk az életünk forrását, és a boldogság velünk marad, és semmi nem tudja tönkretenni. Itt tehát Krisna és Jézus, Buddha és az összes nagy tanítóknak a kriya jogában össze van gyűjtve a tanítása, és áttéve egy technikába, egy gyakorlati technikába, amely magába foglalja a bhakti jogát, rajja jogát, karma jogát, dzsána jogát. Köszönöm szépen a meghallgatást!